A Dombóvári Szivárvány óvoda jótékonysági micimackó futásához több százan csatlakoztak. Épüljön ez a közösség, és hogy a gyerekek mozogjanak, érezzenek jól magukat, szülőket, gyerekeket, intézményi dolgozókat közelebb hozzuk egymáshoz, és remekül szórakozzunk. Az egy kilométeres táv teljesítését követően az óvodások szemmel láthatóan még nem fáradtak el. Nagyon-nagyon szuper ötletnek tartom, már a tavalyi évben is részt vettünk rajta, és idén is előszeretettel támogatjuk az óvodát, ahova már a nagyfiam is járt, és most a picike is. Úgyhogy mindenféleképpen nagyon jó ötletnek tartom. A szülők és támogató családtagok, barátok a legfinomabb házi süteményekkel is készültek a délutáni zenés programra. Már kezdetek óta részt veszek ezen a kezdeményezésen, nagyon-nagyon jó kezdeményezésnek tartom, szülőként is, zenészként is, illetve azt látom a szülőkön és gyerekeken, hogy maximálisan élvezik ezt a micimackó futást. Élvezik mind a sport részét, amikor Kittivel bemelegítenek a futás előtt, illetve élvezik az utána következő buli részét, a zene részét. A támogató és összetartó szülői közösségnek köszönhetően az óvoda hatékonyabban tud fejlődni. A harmadik jótékonysági micimackó futás történik, zajlik éppen. Nagyon sok kisgyerek és felnőtt szülő eljött, és régi óvodásaink is itt vannak. Az Öku intézményt látogató picik már várják az év következő nagy eseményét is, a karácsonyt, ahol főszerepet kap a fenntarthatóság és újrahasznosítás is.